Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával! Gyakorlatilag egy érdekes témát fogunk körbejárni. Miért érdemes szerintem, és ez nagyon fontos, szerintem a Linux mintát használni. Összeszedtem egy ismerősnek pár indokot, és mivel össze van szedve, illetve szeretnék egy vágástechnikát megpróbálni, a feliratokat, szövegeket, egyebeket a képernyőn hogyan lehet jól megjeleníteni, ezért csináltam belőle egy videót. Azaz, miért érdemes Linux mintet használni? Bár mindenkinek más az igénye, természetesen, de sokunknak egy alapvető elvárása van bármivel kapcsolatban, az legyen stabil. A stabilitás számítástechnikában nagyon fontos akár hardware, akár szoftver tekintetében nyilvánvalóan vannak olyan emberek, akik munkára vagy szórakozásra használják a gépüket, és nem azért, hogy játszanak vele, illetve úgy mondom, a játékkal egy kicsit áthallásos lehet, nem úgy értettem a játékot, hogy játékkal játszani, hiszen az is stabil gép kell, hanem úgy, hogy telepítünk, kipróbálunk, leszedünk, telepítünk, hozzányúlunk hetente, ötször, tízszer kell valamivel foglalatoskodni, javítgatni, barkácsolni vele, és ezt szeretik. Én is szeretem, de jelenleg nem igazán ezt a vonalat szeretném követni. Miért? Mert a munkámhoz stabil gép kell, stabil háttér. Azaz vagyunk úgy, jó páran, hogy egy stabilitást szeretnénk elérni a gépünkkel. Gyakorlatilag erre a Linux mint, illetve a legtöbb Linux distribúció teljesen alkalmatos. Ezt egyébként valóban úgy van, hogy a legtöbb Linux teljesíti, legalábbis minden oldalon felírják, hogy ez bizony atomstabil és nagyon stabil, nem lesznek összeomlások és egyebek. Hát azért van eltérés. Az eltérés között, illetve az eltérésnél inkább így pontosabb, nem azt kell érteni, hogy van ami stabil, van ami nem stabil. Természetesen az összes Linux disztribúció nagyon szépen teljesít, itt inkább a 99%-ig stabil, illetve 100%-ig stabil eltérést kellene átgondolni. Gyakorlatilag a legtöbb általam használt rendszerrel nem volt stabilitásbeli gond. Én régebben, egyébként régebben használtam a Linux mintet, nem csak most értem át rá, éveken keresztül, és soha semmi stabilitásbeli gondom nem volt. Nem kellett vele barkácsolni, nem kellett a rendszerhez úgy hozzányúlni, hogy jött egy frissítés, és utána keresni kellett, hogy a, mi a megoldás arra, amit a frissítés elrontott. Nulla fagyás volt, tehát gyakorlatilag értsétek úgy, hogy három éven keresztül nulla lefagyásunk volt, nulla probléma telepítéskor, és nulla probléma volt frissítéskor. Ez valóban igaz. Tehát itt nem szeretném valakinek úgymond eladni a Linux mint rendszert, egyszerűen csak elmondom, na hát ezzel nem volt probléma. Régebben csináltam MX Linuxról hasonló videót, ott elmondtam azt, és itt a Linux mintre teljesen igaz. Ez egy unalmas rendszer. Felrakod és működik, és nem kell más csinálni, mint frissíteni. Ennyi, ezzel nincs olyan élmény hogy te valamit javítani kell lesz rajta, és utána érzed, hogy te aztán most valamit csináltál aki azt szeretné, annak nem igazán a Linux mint a megfelelő, mert itt valóban nem kell semmit csinálni, ha beállított a rendszert. El kell mondanom, és ezek valóban, valóban így vannak, tehát nem fényezem a Linux mintet. A Linux mint telepítése egyszerű, talán, és ez talán, és nem 100 000, talán az öt legkényelmesebben, legegyszerűbben telepíthető Linux rendszerről beszélünk, a telepítése valóban egy olyan folyamat, hogy kérdez egy-két dolgot, és utána te mindenre a jó választ megadod, nem kérdez olyat, ami egy átlagos felhasználónak a tudásszintjét meghaladná, azaz megkérdezi, hova szeretnéd telepíteni. Nyilvánvalóan van ennél összetettebb telepítési rendszer, azaz az egy olyan megoldás is a Linux Mint telepítésében, hogy te mindent megadsz, és valóban te jelölöd ki azokat a partíciókat, amire az adott részt szeretnéd telepíteni, de hogyha van egy különálló lemezet, amit erre szánsz, és azt letakarítod, értsd úgy, hogy az összes adott lementet, akkor kijelölöd azt a lemezt, és utána telepedik. Ennyi a legbonyolultabb kérdés, hogy a multimédiás kódekeket szeretnéd de felrakosgatni, mert ezekben lehet esetleg olyan harmadik féltől származó zárt dolog, ami igazából a Linux mintbe nem fér bele. A beállítása egyszerű, láttatok több beállításos videót, ilyen részeket bemutattam, főleg a cinemon mert az az egyik felülete, hogyan kell beállítani. Nagyon egyszerű a dolog, azaz mindent, majdnem mindent grafikus felületen meg tudsz tenni egyszerű, valóban az, hogy megnyitsz egy programot, abban vannak ikonok, ahhoz van magyar felirat, hogy mi az az ikon, tehát és az, hogy százszázalékig magyarított felületet kapsz, és logikusan a kijelzők alatt a kijelzőket beállítod. Nem kérdez tőled olyasmit, amire nem tudnál egyszerű választani. A frissítése egyszerű. Itt két út van a frissítése, a legegyszerűbb az, hogyha hagyod az alapbeállításokat, azaz a tálcán meg fog neked jelenni a panelen, meg fog neked jelenni egy kis ikonka, az ikonka, hogyha piros pöttyöt kap, akkor frissíteni kell a frissítés, mennyi, ráböksz az ikonra, elindul a frissítés, megkérdez, hogy szeretnéd-e ezt a rendszert frissíteni, ezeket a programokat frissíti, és te igennel válaszolsz, ha úgy gondolod, hogy igen, és utána ha kell, bekéri a jelszót, le fog frissülni. Ennyi. A beállítás frissítés gyakorlatilag valóban magyar nyelven folyik, és nem lesz azzal gond, hogy olyasmit kérdez, amire te nem tudnád a választ. Valóban egy stabil ágú Linux mintet érdemes használni, mert ezekkel kezdőknek sokszor volt problémájuk, és esetlegesen rossz válaszadásnál, hogyha különböző kérdéseket tesz fel a rendszer akkor szét is tudod barmolni a rendszeredet. Miért stabil és miért ilyen egyszerű a dolog? Gondolkodjunk el azon, hogy mitől stabil egy rendszer? Gyakorlatilag attól stabil egy rendszer, hogy az alap verziók, az alap dolgok, ami mögöttünk van. Tehát az a cég, aki gyártja, az egy stabil dolgot gyárt. A Linux Mint az Ubuntura épül, ami egyébként egy nagy cég terméke, Értsétek azt, hogy ezért van, aki fizet az Ubuntuért, és van, aki ingyen tudja használni. És hogyha egy nagy cég van mögötte, egy nagy presztízsel, akkor nyilvánvalóan vackot nem adhat ki. Ha olyanra építkezünk, ami önmagában stabil, kiforrott és jól használható disztribúció, akkor nincs azzal gond a Linux, mint fejlesztőinek, hogy minden egyes több ezer picikek is vagy nagyobb csomagot, programot, ők egyesével mindig átnézzenek és a kellő feladatokat elvégezzék. A Linux Mintnek nagyon kényelmes ilyen szempontból a helyzete. Az Ubuntu elkészíti az alapokat, megvannak az Ubuntunak a tárolói és ő neki idézőjelbe, mert nagyon leegyszerűsítettem a dolgokat, csak a saját dolgait, tehát a saját rendszer dolgait kell átállítani, többivel neki nem kell dolgozni. A Linux mintesek nagyon ügyesen csinálták, nagyon jól kiválasztottak, illetve fejlesztenek három darab olyan ablakkezelő, asztalkezelő megjelenítési dolgot, tehát a métet, a cinnamon és az XFC-et, ami jó választás. Igen, tudom, hogy rengeteg asztal van, asztali környezet van a Linux alatt, de ők kiválasztották talán azt a hármat, ami ebből a stabilitási szempontból a legjobb. Miért legjobb? Mert ezeknek lassú a kiadási ciklusuk. Azaz van idő, például az XFCR-nél, Cinemon-nél és a Métnél egy-egy verziót kidolgozni. Van idő? Nem azt csinálják, hogy hetente, havonta jelenik meg egy-egy új verzió, hanem szépen, nyugisan elkészítik azokat a dolgokat, amit el kell készíteni. Nem kapkodnak a nyugi vonalat a kellemes, majd meg lesz, jó lesz, Sokat dolgozunk rajta, és stabil legyen, elvet fogják ők követni, illetve hát ezeknek a felületeknek a fejlesztői is ezt az elvet követik, nem kapkodják el a dolgokat. Észre lehet venni, is, XFCN-nél is, és a Mitnél is, lassan jönnek ki a fejlesztések, nem kerülnek bele extra dolgok, nem kerülnek bele olyan, hú, de nagyon menő dolgok, amiket igazából a GNOME-nál KDN-nél tapasztalunk, de mivel úgy ott gyorsan jönnek ki a frissítések, időnként kellemetlen és időnként nagyon-nagyon rossz dolgok is jönnek. A gnom 3-as környékén volt egy nagy vihar, hogy sokaknak valóban okkal. Nem tetszett a gnom, innéd is indult ki egyébként a Linux, mint hogy ők úgy gondolták, hogy az az irány, amit akkor és ott csinálnak nem jó. Elkezdték a saját métet fejleszteni, kényelmes dolog. Itt valóban tesztelt verziókat használnak, akár az asztali környezet tekintetében, akár pedig a programok tekintetében, az az elv, hogy legyen leteszelve, legyen stabil. Nem a legújabb funkciókkal fontosak, hanem a stabilitás. Meghallgatják az igényeket, én régóta pár éve, jó néhány éve figyelem a Linux minnek a fejlődését, gyakorlatilag azt veszem észre, ha van egy érdemi jó ötlet, akkor ők beépítik, de nem kapkodnak a szuper új fejlesztéseket. Nagyon jó kis analógiát hozok az E3 VM, nagyon sokáig, ez egy asztali környezet, illetve ablakkezelőig pontosabban, egy kicsit olyan nyugis elveket követ, ami jó, ahhoz nem nyúlunk hozzá. Sok év kellett, hogy belekerüljön a hivatalos terjesztésbe, az E3 VM-be, az, hogy legyen az ablakok között rés. Igen, sokáig gondolkodtak, sokáig tesztelték, és egy idő után belekerült. Nem umlik össze az E3 VM, hogy az XFCS -e sem, a Cinemon sem, meg a Mate sem, nincsenek benne problémák. Miért? mert a csicsázás az extra hasznos vagy haszontalan dolgok beépítése helyett a stabilitást nézik és nyugisan fejlesztik a dolgokat. El kell mondani, és ez egy nagyon jó dolog, hogy bizony a Linux mindnek az alapja egy Ubuntu, illetve Debian, hiszen az Ubuntu alapja a Debian, ez nekünk azért kényelmes és jó, mert hogyha elkészül valami az Ubuntuhoz, és a főterjesztésbe nem kerül bele, akkor belekerül ilyen személyi tárolóknak hivat, PPA-knak hivat dologba, amik egy tároló rendszer, és bizony belerakják a legújabb frissítéseket, legújabb olyan programokat, amiket éppen a főterjesztés nem tartalmaz, és ezeket tudjuk használni. Tehát nem csak a fő és hivatalos terjesztéseket, a hivatalos tárolókat tudjuk használni, hanem gyakorlatilag tudjuk a PPA csomagokat használni, gond nélkül 99,5%-kal, mondom ezt a gond nélkül, illetve természetesen, mivel a származéka az Ubuntu, a Debiannak, a Debianhoz készült független csomagokat is jó eséllyel tudjuk használni, Mik azok a független csomagok jelen pillanatban értelmezésem szerint? Természetesen azok a csomagok, amik nem kerültek bele sem a Debian tárolóba, se az Ubuntu tárolóba, se a Linux minnek a tárolóiba. Ezeket igazából szeretjük, rengeteg ilyen programot használok, valaki elkészít egy nagyon-nagyon jó programot, készít hozzá egy Debian csomagot, Ezeket jó eséllyel tudjuk használni, tehát nem vagyunk bezárva egy szűk körbe, mint esetleg kisebb terjesztéseknél, ami saját csomagolási formát használ, saját tárolókat használ, és utána ahhoz igazából nem feltétlenül fognak elkészülni ezek a független csomagok. Alapból, és ez nagyon fontos, alapból telepítik a Flatpak csomagrendszert. Ez egy szintén ilyesmi független, és minden Linuxnál, majdnem minden Linuxnál használható csomagolási forma, ami független, itt fontos a független szó, a terjesztéstől, a disztribúciótól, és nem nyúl bele a rendszerbe. Úgy telepíthetsz ezzel egy adott programot, a legfrissebb programot, hogy az az összes függőségét hozza magával, de úgy, hogy a rendszerhez nem fog hozzányúlni, olyan, mintha mellette párhuzamosan lenne még egy rendszered, nagyon durva közelítés ez, és utána nem lesz ütközés, nem lesz probléma a kettőnek a keveredésével, hanem mindegyik, az alaprendszer is, illetve a flatpack rendszer is a saját elvárásait kielégíti, használja és nem turkálja össze a másiknak a részeit. Ami nagyon fontos, illetve az előbbiekből már mindenki sejti, nagyon nagy a programkínálat. Ezt azért emelem ki, mert az elmúlt időszakban elég sokat használtam a Debian vonalat. Jellemzően a Linux mint alatt egyetlen egy olyan programmal találkoztam, amit a tárolóba, vagy a Flatpak csomagba, vagy természetesen önálló, független csomagként ne tudtam volna telepíteni, azaz nagyon nagy az esélye, hogy az összes olyan programot normális körben használni fogod tudni, amit te szeretnél. Minden elérhető a tárolóban, majdnem mindent simán a rendszerrel tudsz telepíteni. Nagyon jó, ez nagyon jó, mert nem kényszerít rá arra, hogy te valamilyen barkács megoldásokat alkalmaz, hanem egy összefüggő rendszerbe tudod használni a programjaidat, és ezzel, amit ebbe a rendszerbe, ebbe a körbe telepítesz, nem lesznek problémáid, nem lesznek olyanok, hogy függőségi fával, tehát az, hogy melyik programnak milyen elvárásai vannak más program szempontjából, azzal neked problémád lenne, ütközések és egyebek. Miért szeretem a Linux mintet? Azért, amit elmondtam, a három asztali környezet jó választás azért is, mert ezek stabilak, szépen nyugisan fejlődnek, szépen nyugodtan frissülnek, nincs bent napi, heti szintű frissülés, és ami nagyon fontos, ezek azért is jó választások, mert gyakorlatilag három darab. Három darabot választottak, ki, ami mit jelent? hogy nem 10, meg nem 15, meg nem 8. Na hát ez természetes. Miért jó az, hogyha egy disztribúció 1, 2, 3 asztali környezetre koncentrál, hiszen azt hinni az ember, hogy az az ideális, hogyha minél több mindent alapból ők beállítanának nekünk, és alapból kényelmesen telepíthetnénk őket az előre beállított, általuk bekonfigurált részben. Hát bizony ez nem jó. Miért? Mert erőforrás. Erőforrás igényes. Minden disztribúciónak van egy bizonyos bázisa. Itt a bázis viszonylag nagy, hiszen mögötte van a Ubuntu meg a Debian bázis is, de nem végtelen. Nem lehet végtelen mennyiségű, 1-2-3-5-nél több asztali környezettel foglalkozni, mert elfogy az erőforrás, és akkor abból csak kapkodás lesz. Nagyon fontos nekem, hogy nyugodt, stabil kiadási ciklusokat használnak, nincs kapkodás. Én pontosan tudom, illetve hát nagyjából sejthető, hogy mi mikor fog megjelenni, hogy melyik a stabil. LTS hosszan támogatott dolog, és melyikek azok, amik relatív rövidebben támogatott kiadások, és akkor ki tudom választani, hogy éppen frissítek, vagy nem. De ez a frissítés olyan 2-3-4 havonta történik, nagyobb frissítés. Természetesen nem a napi heti szintű frissítésekre gondolok, azaz nincs ilyen, hogy végtelen gyorsasággal jönnek az új-új-új fő kiadások, és teszteletlenül minél nyugodtabban, minél ritkábban érkeznek meg ezek a frissítések egy disztribúciónál, annál hosszabb, hát ez egy logikus dolog, annál hosszabb tesztelési időszakon megy át. Természetesen szívesen tesztel valamit az ember, nekem is fent van a beta verziójú legközelebb karácsonykor egy hét múlva várhatóan megjelenő fő verzió, de igazából termelésbe nem azért van a gépem, hogy éppen tesztelgesek, belefussak hibába, nem nagy hibák, csak kellemetlenek, elveszik az ember idejét a munkától, akkor meg hát a pénzkeresés azért valljuk be elég fontos dolog, tehát nyugis kiadási ciklusokkal rendelkezik. Régi, kiforrott megoldásokat használnak. Egyetlen egy példát hozok, most van ez az Xorg, illetve a VLAND váltás. Ez a kettő adja a nekünk a grafikus dolgokat, hogy hogyan jelennek meg az ablakok, meg egyéb ilyesmik, tehát ilyen háttér dolog, amiről igazából átlagfelhasználó nem is tud, nem is érdekli, hogy mi fut mögötte, ez már sok disztribúcióban bent van az új a Vélent, és lenyomják a torkodon. Ez van, kész, nem válaszol. Mit mondtak a Linux mintesek? Hát bizony, most karácsonykor egy hét múlva bele fog kerülni egy kísérleti tesztelésre szánt háttérvélend, amit kiválasztatsz, amikor indul az egész, és ráböksz, hogy éppen ebben szeretnéd dolgozni. A Cinemonnál nézegettem ezt a lehetőségeket, hát és utána, hogyha éppen úgy gondolod, akkor az x a hagyományos régi, ezer éve működő dolgot el tudod indítani, hogyha éppen nem kell, nincs rákényszerítve senki, hogy ezt használja, és majd 26-ban ez gyakorlatilag két és fél évet satszolok, hogy arra el fog készülni, akkor majd bevezetjük állandóra más disztribúcióknál, ez már be van vezetve, és ahogy a fórumokat olvasom, hát nem mindenkinek tetszik, hogy ez kapott kalap, kabát és használod. Nincs vele gond? Az emberek 99%-ának nincs ezzel gondja, de az az egy 2-3, akárhány százalék, akinek gondja van, annak elég keserű az, hogy a disztribútora lenyomja a torkán azt, amire éppen ő neki nincs szüksége, nem azt akarja használni, legyen kész valami, ez az elv, és utána adjuk ki. Nagyon fontos. Ami igazából fontos a régi kiforrott megoldások mentén, meg a három darab kiválasztott asztali környezettel, hogy bizony, nem az effektek, meg nem a csillogása a cél, hanem a stabilitás. Itt, hogyha valaki mondjuk KDE GNOM vonalról érkezik, azt fogja érezni, hogy a rendszer beállítása sokkal egyszerűbb, sokkal kényelmesebben tudja beállítani, nincs annyi lehetőség, nincs annyi effektus, nincs annyi csili dolog, amire igazából csak azért van szükség, hogy tetszen az embereknek, el tudják adni. Az alaptelepítés is, hogyha felraksz akármelyik a három közül, akármelyik verziót, természetesen egy konszolidált, szép, nem csicsás, nem olyan villogós dolog, mint amit a kda vagy a Gnome-nál megszoktunk, hogy ott aztán minden csillog, villog és nagyon-nagyon menőnek tűnik. Sok disztribúció arra megy rá, párat ki is próbáltam, azok is jók, természetesen, hogy a kinézet valami extrém szép legyen, modern legyen, szuper legyen, és esetlegesen az egész disztribúció, amit disztribúciónak hívnak, abból áll, hogy ők ezt a szépészeti, kinézeti dolgokat beállítják, és nincs mögötte technikai munka, csak a kinézetet, a ruhát szabják át olyanra, hogy modern kinézete legyen nagyon kényelmesen használható a Linux Mintnek mind a három ága, tehát a Cinnamon, a Mét, illetve az XFCE, -e, át tudod állítani, de nem vagy rákényszerítve. Azt vettem észre pár disztribúciónál, nem akarok neveket mondani, egyet-kettőt be is mutattam, volt ami alapból kiesett ebből a rostából, hogy arra rámentek, hogy nagyon-nagyon egyedi és szép kinézet legyen, de amikor azt az egyedi szép kinézetet meg akartam változtatni, mert nekem az úgy nem tetszett, akkor előjöttek azok a hibák, hogy persze meg lehet, csak utána nem úgy, nem olyan szépen, nem úgy működnek a dolgok, mint ahogy én elvárok, mert a szépészeti dolgok miatt belenyúltak olyasmibe is, ami a rendszer működését érinti konszolidált alapkinézettel jön, ez nagyon fontos, felteszed, senki nem fogja azt mondani, hogy ez egy csicsás akármi, hanem azt mondja, hogy igen, ez egy rendszer, ami így fog kinézni. Nagyon kényelmes a sötét és a világos témák váltása, és működik. Az esetek nagy részébe hozzáteszem, ez így pontosabb, szépen fog működni az összes programnál, hogyha megváltoztatod a sötét, illetve világos témát, és az szépen át fogja vinni a másikra. Ennél kényelmesebb egyedül az MX Linuxnál volt, illetve nem is kényelmesebb, hanem a színek, az kinézet átvitele a KDS, GNOME, egyéb programokra, egyedül az MX Linuxnál tapasztaltam. A többi disztribúciónál mindig volt valami fenntakarás. Nem nagy, de volt. Tehát itt nem arról beszélünk, hogy nem működik, vagy egyéb, hanem megint ez a 99%-os elégedettség, vagy 100%-os elégedettségről beszélek. Itt nincs semmi probléma ezzel. Azért is jó választás ez az asztali környezet hármas, mert mindegyik jól testre szabható. Gyakorlatilag be tudsz állítani egyszerűen bármit, amire neked szükséged van egy bizonyos határon belül. Itt a beállítás egyszerű. Ezt ki kell emelnem, hogy egyszerű. Gyakorlatilag nincs olyan, megint a két példát szeretnék hozni, mint a KDA és a GNOM, hogy van ezerféle beállítási lehetőség, és a végén eltévez benne. De a végén eltévez benne, és utána arra megy el a nap, arra megy el az időszak, hogy megkeresed a beállításokat, eljutsz oda olyan beállításokra, azokat nézegeted, legalábbis én így voltam vele, amikre igazán nincs szükség, de hű, de jó, hogy benne van. A három asztali környezet választás az azért is nagyon kényelmes, mert én azt tapasztaltam, Megint szegény kádiát meg a gnómot emlegetem, persze így van, mindenki tudja, és azok nagyon-nagyon jó rendszerek. Na szóval, az a jó ebbe a három asztali környezetbe, hogy valóban nem sietik el a frissítéseket, nem jönnek benne újdonságok. Oké, ez miért jó? Azért, mert az asztali kütyük, ezek amit asztalra tudsz tenni, panelra tudsz tenni, ide-oda tudsz tenni, beállítgatások, ilyen kis extra dolgok, ezek a kütyük működni fognak. Tehát ezek a plugin rendszerű dolgokkal az a probléma, ha jön egy új verzió, nem biztos, hogy a régi, az működni fog vele. Tehát megszoksz valamit, jön egy újabb frissítés, akárhányosul, akárhányasról, és nem működik. Itt nincs ilyen. Egyrészt azért, mert nincs gyors frissítési, extrém változtatási igénye ennek a három asztali környezetnek, másrészt kevesebb, jól átgondolt ilyen kiegészítővel érkezik a rendszer, és azokat könnyebb karban tartani. Minél gyorsabban változik valami, minél több részből áll, minél több plugin van hozzá, annál nagyobb az esélye, hogy pont az, amit te szeretnél, szeretsz használni. Ma használtam, este frissítettem, és utána másnap nem tudok használni. Azok a hibák nem fognak előfordulni. Itt egy kis kitérést tennék. A fejlődés és az újdonságok mindenek felett. Ez a jelenlegi korszakunknak az a jelmondata, ami igazán tönkrevágja a bolygónkat, tönkrevágja az ember pénztárcáját. Mindenbe bele kell rakni kényszeresen havonta, hetente, fél évente ulyan, olyan újabb funkciókat, amivel el lehet adni. Ez azért jobb, mert. Mert belekerült az, és utána mi van, mindenki megveszi, mindenki frissít, kidobja a régit. Ez káros. Ez káros természetesen fejlődni kell. Természetesen új dolgok nagyon jók, természetesen az új funkciók nagyon jók, de amikor visszatérve a Linux rendszerekhez, amikor azt tapasztalja az ember, hogy olyan dolgokat, alap dolgokat frissítenek, nem újdonságot tesznek bele, frissítenek, javítanak, ami már 5 éves hiba, 5 éves hiba, hát az, az ciki, nem? Legyünk őszinték, ciki. Egy rendszert legyen stabil, és utána lehet fejleszteni, nem egy fejlesztjük, a rendszert új dolgokat belerakunk, és utána megpróbáljuk még a régieket is megjavítani, kijavítani a hibákat egy kicsit jobbá tenni, bizony az nem járható véleményem szerint. A stabilitás mindenek felett. Ez egy elterjedt gondolat, de természetesen a stabilitás rovására megy. Ha egy rendszerbe havi heti szinten érkeznek új, talán hasznos funkciók, akkor azokat nincs idő letesztelni. Miről beszélek? Az elmúlt időben én rakom fel, legalábbis a részben, a híreket a Linux Mint oldalra, és hetente, másfél hetente, ki tudja hogyan, de van amikor egy héten kétszer, Érkezik olyan, hogy A, B és C, ha nem mondjam megint a két legnagyobb asztali környezetet, azok frissítettek. És utána van egy lista, amiben a hibákat javítják. Van egy rész, ami az újdonságokat tartalmazza, és rengeteg olyan hiba van, ami még az előző, előző, előzőbe van bent. Tehát nem lenne logikusabb, persze kevésbé pattogós, modern érzetet adó dolog az, hogy, hogy bizony mi kijavítunk mindent, és utána kerülnek bele az új dolgok. Ahhoz, hogy minden hiba kijöjjön, nagyon sok idő kell a javításhoz, meg természetesen még több, ha folyamatosan újdonságok kerülnek bele. nyilván ez egy kicsit háttérbe fog szorulni, és utána az embernek van egy olyan érzése, hogy nagyon jó, nagyon jó, de ez a picikek is egy százalékos de, az, ami elvette a kedvemet attól, hogy állandóan a legfrissebb programokat, a legfrissebb asztali környezetet, a leggyorsabban fejlődő asztali környezetet használjam. Fontos a stabilitás. Legalábbis nekem. Ha fontos az üzembiztonság, azaz ne kelljen barkácsolni heti napi szinten a rendszereddel, akkor érdemes az LTS vonalat követni. Az LTS hosszan támogatott dolog. Tehát gyakorlatilag például a kernelnél, a rendszermagnál vannak olyanok, amiket hát bizony 3, 2, 5 vagy hosszabb ideig támogatnak. Nincs vele gond, hogyha nincs új dolgot a gépbe, tehát nem kell, nem feltétlenül kell az új kernel például, vagy az új program, akkor nem érdemes a leges-leges legújabbat hajszolni, mert A. nem használod ki, B. nincs letesztelve, C. ha nincs letesztelve, akkor természetesen összeomolhat a dolog, nem szokott, tehát ez egy extra, hogy összeomlik a Linux rendszer, de vannak benne kellemetlenségek, nem úgy működik, nem jól működik. Persze a javítások kijönnek, de amíg feltelepítesz, frissítesz valamit, és a javítás megérkezik, a kettő között neked kell időzőjelbe szenvedni a hibák miatt. Azaz jönnek, ez azaz fontos, hogy hosszan támogatott dolgokat használjunk, sokáig támogatják ezeket, és jönnek a biztonsági frissítések. Van olyan pár kérdés, amit mindig feltesznek az embernek, sebesség. Milyen gyors a Linux, mint normálisan gyors. Egy átlagos gép, amit ti láttatok, illetve a videómban is látjátok folyamatosan, hogy éppen ha valamit csinálok, az milyen gyors. Nyilvánvalóan egy kisebb, közepesebb gépet használok, 3600-as AMD processzorral, 16 gigás memóriával, ez nem a legmodernebb gépek egyike, Nyilvánvalóan ezen a sebesség normális azaz átlagos gépeken, vagy átlag alatti gépeken is simán fog ez muzsikálni, semmi problémám nem volt vele. Memóriafogyasztás. Úgy is tudjátok az elvemet, hogy a memóriafogyasztásra nem nagyon figyelek, Miért? Mert nem azért veszem meg a drága memóriát, hogy az kihasználatlanul álljon, elindul egy rendszer, és is kis memóriafogyasztása legyen, és akkor, akkor az majd jó lesz. Ez a régi időkből megmaradt mánia, hogy a memóriafogyasztásra koncentrálunk, a memória kihasználása a fontos, legyen tele a memória programokkal. Bűvészkedjen a Linux a háttérbe, hogy éppen melyiknek adja oda a memóriát, és akkor érzi az ember, hogy működik a dolog, ne arra koncentráljunk, hogy lefaragoljunk egy picikek is memóriafogyasztást, hanem arra, hogy működjön rendesen a dolog. Átlagos jó alapmemóriafogyasztást kapunk, nem a legkisebb, és az az igazság, hogy én szeretem, hogy, hogyha működik a gép. Azaz, hogyha megnyitok egy programot, nem feltétlenül fogom becsukni, majd a Linux az észreveszi, hogy mit használok, és ahhoz rakja oda a memóriát, annak adja oda a memóriát. Ez átlag alatti fogyasztás egyébként, mert nagyobb rendszereknél, nagyobb disztribúció, kiszereltségnél, tehát ami több programot indít meg egyéb, annál kevesebb a memória fogyasztásunk. Stabilitás. Ha nem mondja, nincs olyan Linux rendszer normális, ami bizony nem lenne stabil. Értelemszerű. Itt stabilitási probléma nem volt, nem lesz, lekopogtam természetesen, nem lesz, nem tapasztaltam olyat, hogy a stabilitás rossz legyen, nem tudtam legyilkolni a rendszert. Én azért időnként, hát mivel hogy vágok egy csomó audio dolgot, megnyitok 8-10-15 olyan fajt, ami nem egy órás, nem két-három órás audio fajt, nincs vele probléma, nem ütköztem bele, abba, hogy lelassult volna. Ez a dolga a Linuxnak, ez a dolga az operációs rendszernek, hogy memóriafogyasztás, stabilitás, sebességre nem is kellek legfigyelni, nem is kellem észlelni, hogy ilyen szavak vannak, mert ő ellátja a háttérbe a dolgát. Ha nem látja el valami a dolgát, azt le kell cserélni, igaz? Hiszen az a dolga, hogy ezeket kezelje, és a Linux, mint úgy van beállítva, vagy legalábbis véleményem szerint, hogy ezekkel nem is kell törődni. Tapasztaltam-e hibákat? Tehát olyan rendszer szintű hibát, hogy feltelepítek valamit a tárolóból, és elkezd csipogni a gép, hogy bizony ilyen függőség nincs, Ilyet nem tapasztaltam. Nem tapasztaltam olyan hibát, hogy felrakunk egy programot, ami másikkal ütközik, és azért ne szólna. Tehát rendszer szintű problémám nem volt. Semmi, ezt szó szerint vegyétek, semmi szakmai hibát nem találtam. Persze ez egyértelműen a Debian nagyon jó rendszer, abban sincs nagyon nagy gubanc, hát bizony a Debianra épülő Ubuntu, arra mindenki azt mondja, hogy viszonylag normális rendszer, stabil, nincs benne hiba. Tehát a Debian leellenőrzi, hogy van-e probléma a rendszer szinten, nincs ahhoz hozzátesz az Ubuntu valamit, hát bizony, hogyha van valami mégiscsak bent maradt dolog, akkor az ubuntu -sok megszerelik. Na hát, hogyha az ők megszerelik, és esetleg maradna bent valami kicsike kis dolog, azt észreveszik a Linux mintesek, és azt megszerelik. Tehát itt nincs olyan, hogy tapasztalok hibát, vagy nem. Itt előfordul olyasmi, hogy bizony valami logikátlan szerintem, de igazából amellett el lehet menni úgy, hogy más vélemény van, hogy így vagy úgy kéne kinézni, így vagy úgy kéne működni valaminek. Itt minden működik, ennyi, ezt nem is kell ragozni. A nyelv magyar. Egyértelmű, ami a Linux minthez tartozik, az magyar lesz. A magyar fordítása a Linux minnek 100%-os. Karácsonykor fog megjelenni, egy hét múlva fog megjelenni az új Cinemon 6-tal érkező Linux, mint, hát ezt használom én, tehát ezt szerettem, meg úgy is észrevettétek, hogy nem az XFC-t használom, vagy a Méted, hanem a Cinemon. Na hát annak az egész rendszere le van már fordítva a magyarra, még azok is, amik újdonságok a Cinemon 6-ban, ezek a műveletek, amiket bele lehet rakni a jobb dolog, jobb menübe, erről már volt videó, azok is, Azóta, amióta a videó meg lett, két-három nappal ezelőtt, azóta le fordítva, éppen reggel olvastam a Linux Mint oldalon, hogy le lehet fordítva, szuper, hogy magyarul szóljon hozzád. Azaz maga a rendszer teljesen magyar. Ez egy olyan dolog, hogy sokaknak fontos. Tehát maradjunk annyiba, hogy aki angolul használja a rendszert, ő neki nem annyira érdekes, de igazándiból fontos dolog, hogy honosítva legyen az a program, hiszen sok ember nem alval szeretné tölteni az idejét, hogy megtanulja az angol menüt, az angol akármit, amit lát, hanem azzal szeretné tölteni az időt, hogy a gépet használja. És ez a magyar nyelven, a magyarul tudóknak sokkal kényelmesebb, mint egy alap angol kiszereltségű dolog. Nem lehetetlen angolul használni, és sokszor jobb is, ha valamit angolul használ az ember, de maradjunk annyiba, nagyon szépen le van fordítva. Nincs bent hiba. Ha hibát találsz, jelentsd, és ki fogják javítani. Támogatás. Na hát, hogy jelentsd a hibát, az azt jelenti, hogy van normális támogatás. Azonnal, ha olyan hibát jelentesz, ami a, például a fordításban van, azt kijavítják. Természetesen a támogatottsága nagyon jó. Miért jó a támogatottsága? Mert normális közösség kezd kialakulni a Linux Minthu oldalon. Változtak ott a dolgok, tehát jó irányba, és nyugodtan lehet kérdezni. Angol fórumok is vannak, illetve a támogatottságot, tehát a háttértámogatást az nagyon segíti, hogy az Ubuntura épül. Ubuntu nagyon-nagyon-nagyon nagyon elől van. Tehát bárki bármit gondolkodhat, nézegethet mindenfajta statisztikákat, az Ubuntu elől van. Támogatott dolog, sokan foglalkoznak vele az onnan összeszedett információk jó eséllyel jók lesznek a minthez, meg természetesen angol nyelvű fórum, angol nyelvű leírások. Azok bizony rengetegen vannak az interneten a minthez is. A támogatottság. A támogatásnak egyik jellemző, hogy van magyar leírás hozzá. Igen, készül a magyar leírás a Linux minthez, az új verziókhoz, a régi már egy picit elavult, de használható, készül hozzá, ha érdekel, illetve fejlődését, készítését szeretnéd követni, szintén a Linux Mint.hu oldalon meg fogod tudni tenni. Gyakorlatilag ennyi. Picit hosszúra sikeredett a dolog, de úgy is észrevettétek, hogy szívesen beszélek erről a rendszerről, nyilvánvalóan azért, mert megkedveltem. Azaz, ha van kedved, próbált ki a Linux Mintet, nem igazán csalódsz abba, hogy stabil, gyors és kényelmesen használható. Köszi szépen, sziasztok, sziasztok!